Szenzációs előadás következik. Dr. Tarackközi István lesz az előadó, akiről tudnotok kell, hogy katonaorvos, patológus, hisztológus, szülésznőgyógyász, orvos természetgyógyász. A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének alapítója és elnöke. A Természetgyógyászati Akadémia alapítója és vezetője. Író, oktató, gyógyító. Az Elixir című könyv és a Gyógyító táplálkozás című könyv szerzője és írója, társszerzője többek között. Természetesen rengeteg könyv és mű íródott a keze nyomán. Én személy szerint a Gyógyító táplálkozás című könyvét imádom, nekem szakmailag is rengeteget ad, és rengeteget tanulok abból minden alkalommal, amit tőle hallunk. Én azt gondolom, hogy Tarackközi doktor ma egy kiemelkedő alakja a természetgyógyászatnak, és hát, hogy nekem jut róla eszembe, mondjuk az, hogy igazán nem lehet közömbösnek maradni akkor, amikor Tarackközi doktor beszél. Vagy azzal, amit mond, vagy az, ahogy mondja, azt gondolom, hogy kizökkenti az embert érzelmileg feltétlenül. És hogyha arról van szó, hogy az egészség miatt ki kell lépni a komfortzónából, akkor ehhez az kell, hogy az embert érzelmileg felzaklassák. Szerintem Tarackközi doktornak ez abszolút megy. Érzelmileg képes felzaklatni minket, és ez a legfontosabb. Úgyhogy kérlek, fogadjátok szeretettel dr. Tarackközi István természetgyógyász. Csóki mindenkinek. Előzmények. A előadásom eredeti címe A nő a szupergyilkos. Az egyik ismert telefonos társág jelezte, hogy amennyiben ez, akkor ő megvonja a 40 milliós támogatást. Ekkor azt mondtam, hogy jó, akkor a férfi a szupergyilkos. Erre egy másik telefonos társág azt mondta, hogy akkor ő vonja meg a 40 milliós támogatást. Ekkor Bánatonban a Szonya termékekkel a hét csakra színével bekentem az arcomat, vörös narancsága, zöldkék ibolya, és hogy történt, hogy nem? Másnap a Pride felvonuláson találtam magam, az Andrássy úton, és mire végigmentem, androgűn jellememmel találkoztam, befogadtak a szivárvány színek miatt, és akkor elhatároztam, hogy az előadásom címe A búza a szupergyilkos. Senki nem jelentkezett, hogy nem ad támogatást, úgyhogy így maradt ennek a címe. Na most nézzük. Miért fogom sajnos ezt a búzát az isteni magasságokból a földre, sőt mi több, a föld alá taposni? Hát az a baj, kedveseim, hogy nekünk annak idején a Bibliába elhitették, hogy Isten mindent nékünk adott a földön, ugye, ami ehető. Többek közt felsorolja ezek között a búzaféle termékcsaládot is. Értsék meg, Isten nem adott nekünk semmit. Mindenért meg kell küzdenünk. Sőt, a többi élőlényt is felruházta olyan önvédelmi eszközökkel, amelyekkel ők védekeznek a többi élőlény ellen, többek közt ellenünk. Most itt ne csak a tigrisnek a karmára gondoljanak, fogaira, stb., hanem a növényekre is. Hogy lásd, a növényeket nekünk adta Isten. Nem adott, nem adta nekünk. A növények küzdenek egymás ellen is, és küzdenek a legnagyobb fogyasztóik ellen, az emberek ellen. Többek közt a búza is próbál védekezni. Na most akkor nézzük a történetét ennek a szerencsétlen búzának. Hát a föld lakosságának élelmiszer szükségletének 20%-át a búza adja. Ide nem soroltam be most a rizs, egyéb stb. Termékeket, csak a búzáról beszélek. A nagy biznisz ugyanis abban van, hogy 5 cent áru lisztből 4 dollár értékű végtermék keletkezik. Azóta több lángossütő bódéba tettem közeli látogatást, és kiderült, hogy 1 kiló lisztből 10-15 lángost lehet, szorozzák 300-400-zal, előállítani. Üzlet? Üzlet. Figyelem, Kína, lásd nagy rizsevők, mégis a búza termelése az itt jelzett időkben, figyelem, 8-szorosára emelkedett a hibridizáció, nagyon nagy szó, és a műtrágya használat miatt. Önök velem együtt, az átlagemberek 60-70 kg búzából készült terméket tetszenek fogyasztani.
Na most itt szeretném már mondani, hogy nehogy az legyen, mint a múltkori előadásomon, hogy senki nem mert még a szimacsarnokba elmenni az étterembe, mert hát ott van a tarac közé, és az lássa, hogy én mit eszek. Tehát jaj, most bűnözök. Elnézést, nincs bűnözés. Önök is, én is ugyanazt eszem, amit meg lehet kapni a nagy áruházakba. Pont. Jelenleg a búzának 25 000 változata van. Ezek közül hadd említsem meg a nagyon-nagyon régi 10, 15, 20, 30 ezer évvel ezelőtti alakkor nevű búzát, amelynek csak 7 kromoszómája volt. Az egyszerű búza 7 kromoszóma, a tönke búzának már 14, az őszi búzának 21 pár, majd megindul a hibridizáció, és erre rá fogok világítani, hogy miért történik ez az egész bonyodalom, 21 pár kromoszóma, és így kialakul a 25 ezer változat. Jelenleg a Triticum estivum és a durum és a törpe búza a menők. Mi volt a célja? Nem csak a természetnek, hanem a nemesítőknek is, hogy nem kell fél egy méter magas búza száron lengedezzen a kalász, hanem a növény ne a szárának növekedésére használja fel az talajból kiszedett energiát, vitaminokat, stb., hanem az legyen alacsony. És így lett a törpe búza, viszont a kalásznak a feje az ne egy magot, ne kettőt, 10-20-30-at tartalmazzon. Na most ez a búzának van egy érdekes tulajdonsága, hogyha a hím és a női ivar sejtek találkoznak, nem úgy, mint a emlősöknél vagy önöknél, ugye, hogy meiotikus sejtosztódás miatt a hím ivar sejt, női ivar sejtnek fele a kromoszóma állománya, és akkor összetalálkoznak, akkor ugye osztódás is megszületik az emberke. Őnáluk a kromoszóma nem feleződik, hanem urambocsá, még összeadódik. Így lesz a 7-ből 14, majd a 14 plusz 7-ből a 21, és így tovább, és így tovább. Eredmény? A kalász fejében egyre több mag lesz, mag lesz, mag lesz, mag lesz. Most képzeljék el, hogyha nálunk is ugyanezt történne, tehát én összejövök valakivel, hetyen pitty, összeadódik a kromoszóma számunk, a mi gyerekünknek már, figyelem, nem egy feje, hanem két feje. Az, ha valakivel nem életed, akkor már nem két feje, hanem három, négy, és eljutottunk odáig, hogy ha így megy tovább, mint a búzánál, 7 fejünk lesz, mint a 7 fejű sárkány. Érdekes, hogy ezt korábban is megírták a nők elsárkányosiasodása néven. Ez a 7 fejű sárkány. De megértették az összefüggést. Na most miért történik ez az egész? Azért, kedveseim, mert észrevették a kutatók és az átlag emberek is, hogy mitől dagad a kenyér? Mitől lesz olyan szép likacsos, lukacsos? Hát egyrészt a benne levő úgynevezett gluténtartalomtól, másrészt ugye a szénhidrátnak a mennyiségének növekedésétől. A búzát úgy kell felfogni, mint nem egy két lövetű gyilkos fegyvert, három, és a megértés szempontjából tetszenek látni, hogy az új búza 95%-ban tartalmazza csak a régi fehérjét, 5%-ban új fehérjét tartalmaz, és a glutén szint 40-szeresére emelkedett az elmúlt 100 év során. Még egyszer. Fehérje, búza fehérje, a számunkra testidegen anyag. Hozzászoktunk a 95% régihez? Esetleg. De nem szoktunk hozzá az új 5%-hoz. És nem szokott hozzá a szervezetük, se az önök és az enyém, a 40-szeres glutén szint emelkedésre. Na most nézzük tehát, hogy a régi búzában mi történik. Csak 52% volt a szénhidrát, 28% a fehérje, ehhez alkalmazkodtunk mi, és 15% rost és egyéb anyagok. A mostani búzák, amelyekből a kenyerünket csinálják, szénhidrát már 70%, látszólag a fehérje lecsökkent 10%-ra, rostok ugyanaz. Na most a kutatók csináltak egy olyat, hogy ugye megnézték az éjgyomri vércukrot, majd ebből a régi, ugyanis hál' Istennek vannak törzsbankok, ahol a régi búzafajtákat megőrizték, és az alakkor búzából csináltak kenyeret, és azzal letették meg a delikvenst. Az ő vércukor szint emelkedése csak 6,1% vagy 1,1 millimol per liter volt. Akiket a mostani jellegi búzából készült kenyérre letettek meg, ott a vércukorszint emelkedése, figyelem, 9,3. Akkor kérdezem, melyik kenyér volt, melyik búza volt egészséges?
egyértelműen a régi, a 30-40-50 ezer évvel ezelőtti búzafajták. Na most, mi a magyarázata? Hát ha megnézzük a búzában levő búzakeményítőt, amelynek 75%-a amilopektin A, 25% amilóz, ez egy olyan összetett láncú szénhidrát, amelyben a szénhidrát molekulák őrül gyorsan már a szájban elkezdenek darabolódni, és elkezdi emelni a vércukorszintünket. Ehhez képest a banánburgonya, ahol amilopektin B, de a legjobbak ugye a hüvelyes, például a bab, amilopektin C, tehát ugyanilyen hosszú láncú szénhidrátok vannak, de ott lassan bomlik le a belegben a szénhidrát, és figyelem, lassan, de egyenletes vércukorszintet biztosít. A bab lebontásából származó egyéb gázos következményeket viszont önök is ismerik. Na most, kérdés. És annak ellenére, hogy csak az első 4-5 sort látom, mit gondolnak, hogy itt felsorolt cukor, kenyér, mars csoki és a Snickers, vagy Snickers, nem tudom kinek hogyan tetszik ez a csoki fajta, melyik emeli a glikémiás indexet a legnagyobbra? Ott a kanálcukor, kéz, kanálcukor, senki. Kenyér? Kenyér, itt mondják, mi látom a terikének hangját hallottam. Marscsoki? Csoki, tele van szénhidráttal. Senki? Egy-kettő. És a Snickers féle. Nézzük a megoldást. Kiderül, hogy a glikémiás indexre, magyarul a vércukorszint emelő hatása a kenyéré a legmagasabb. 72. A csokié 68, a répa cukorér, azért kanálcukoré csak 59, és a második csokié 41. Tehát most mit akarok mondani? Jobb, ha a kenyér helyett egy kanál cukrot tetszenek elfogyasztani. Kettes típusú cukorbetegség. Na most nézzük akkor az összetételét. Tehát azt már megegyeztünk, hogy a búzában a amilopektin A, ugye 75%, ez adja a búza 70%-át. Bennünket most ezzel együtt a fehérje érdekel, amelynek 10% a fehérje, amelynek 80%-a glutén, a gluténen belül megkülönböztetünk gliadint, alfa, béta, stb. És glutenint. A maradék 20% fehérjére arra is felhívnám a figyelmet, mert amikor valakinél majd glutén érzékenységet nem mutatnak ki, de az nem jelenti azt, hogy a búzában levő egyéb 20%-nyi részfehérjére nem tetszenek érzékenyek lenni. Tehát ez az a bizonyos gluténszint emelkedett 40%-ra. Miért hívják a glutént exorfinnak, ugye? A morfin szóból jön az elnevezés. Kiderült, hogy ez az anyag, ami a búzában van, másik elnevezése gluteomorfin, a glutenin szóból származik. Megjegyzem, gluteus maximus az nagy farizmot is jelent. Az is érdekes, hogy aki sok búzát eszik, annak nagy farizma szokott lenni. Tehát valami összefüggés van, amikor a tudósok ezt a nevet adták neki. Kiderül, hogy amikor magácskáik eldöntik, hogy valamilyen ok miatt nem tetszenek búzát, búzába készült táplálékot enni, figyelem, megvonási tüneteik vannak. Rossz közérzet, rendkívüli fáradtság, mentális levertség, ingerlékenység, teljesítmény csökkenése, depresszió. Önök ezt azt mondhatnák, hogy ha, hát ez biztos az éhségtől van. Nem, sajnálom. Megvonási tünet, méghozzá morfin megvonási tünet. Ugyanis, kedves kutatótársaink, elvégezték a következő kísérletet, ugye összetörték a búzaszemet, úgynevezett szimulált emésztést csináltak, tehát azt jelenti, hogy pepszin sósavat petri csészébe tették, és ez elkezdte oldani az ott levő glutén polipeptideket egyre kisebb aminósavláncokra, majd ezt beadták a patkányoknak, és ez a kisebb aminósavlánc át tudott menni a véragygáton, és hova kötődte? A morfin receptorokhoz. És amikor ezeket a morfin receptorokat, ezek az őrült kutatók, úgynevezett ópiát antagonista szerekkel, lásd, naloxon, és így tovább, tehát bénították, kiderült, hogy, és ugyanezt utána alkalmazták az embereknél is, hogy kényszerevőknél az előbb említett morfin ópiát antagonistákat, ha adagolom,
28%-kal csökken a búzatartalmú ételek fogyasztása. Egy másik kísérletben 33%-kal csökken a kalória bevitel a placebohoz képest. Na most, aki már látott morfinfüggőt vagy ópiátfüggőt, azok egy-két év múlva ilyenek, mint a kis ujjam. Ugyanis, mondtam, egyrészt nincs szükségük a gluteomorfinra, megkapják amúgy a morfin származékot. Angliában összegyűltek az andragógusok, addiktológusok, orvosok, pszichiáterek, rendőrségi szakemberek, és fölállították az úgynevezett drogindexet. A drogindexet, hogy melyiket használják leggyakrabban, hatás, erősség, megvonási tünetek, stb. És ez alapján készítették el az itt levő táblázatot. Mint tetszenek látni, első helyen heroin, kokain, barbiturátok, ötödik helyen az alkohol, majd ketamin, benzodiazepinek, kilencedik helyen a dohány, majd 11. helyen a marihuána, megyünk tovább, 17. GHB, parti drog, és a kett. Megjegyzem, hogy aki ma marihuánát termeszt és árul, az 2-5 évig terjedő büntetést kap. Érdekes, hogy aki alkoholt termeszt és árul, vagy dohányt termeszt és árul, itt van drogindex, az nem kap büntetést, csak navos figyelmeztetéseket pár millió forint formájába, de senki egy szóval nem említi, hogy az első helyen a kenyér áll, a búzából készült termék. És nem csak, hogy nem vették fel a drogindex listára, annak ellenére tudjuk, hogy gluteomorfin, hanem mindenféle dalokat szerkeztünk belőle, hogy búza, 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 de szép tábla, búza. Ugye? Vagy augusztus 20-a a kenyér ünnepe. Vagy az vagy nekem, és innen már nem folytatom, most már tudjuk, hogy morfin hatása van a kenyérnek. Te persze, hogy a költő így énekelte meg. Jaj, nekem. Kenyér. Mert mit csinál ez a szerencsétlen búza? A benne levő szénhidrát és a glutén egyértelműen majd ugye az inzulin emelkedését hozza létre, hasi viszcerális zsírnak a növekedése, más szívvese belek elzsírosodása, bennük gyulladásos anyagok, citokineknek a felszabadulása, szignálmolekulák, eredmény inzulinrezisztencia, eredmény metabolikus szindróma, cukorbetegség, éremeszesedés, magas nyérnyomás, hiperkoleszterinémia. Nem a hústól van hiperkoleszterinémia, hanem a szénhidráttól. És lásd, IMGT, majd AGE, erről fogunk majd beszélni. Búza, glutén, szénhidrát, exorfin okozta leggyakoribb betegségek. Figyelem, búza, szénhidrát, mindenki számára, hogy diabetes ismert, hipertónia ismert, inzulinrezisztencia ismert, kóros elhízás, cöliákia, beszélünk róla, de kevesen tudják, hogy a schizofrénia hátterében is állhat magas szénhidrátszint, illetve a gluteomorfin, ataxia, Alzheimer-kor, perifériás neuropátia, anémia, dermatitis, hiperaktivitás. Kedveseim, vigyék el a gyerekeiket úgy, hogy éhesen kimennek egy piacra, megvan a gyereknek a szokásos kis aktivitása, etessenek mereve egy lángost, meghűl a gyerek, egy 10-15 perc múlva nem bírnak a gyerekkel. Asztma, szénanátha, jönnek az autoimmun betegségek, tumorok, és jönnek majd a AIDS, meg a többi dolog. Erre nem tetszenek rágondolni. Tehát akinek van egy anémiája, azt ne azzal kezdjük, hogy ferlecit intravénásan, meg különböző vastabletták, meg stb., hanem figyelem, állítsuk le a búzáról egy 2-3 hónapig, és lőn világosság, az anémiája elkezd rendeződni. Hogy a búzában levő szénhidrát micsoda komoly problémákat okoz, arra az évi agyszövesztés és a úgynevezett glikált hemoglobin összefüggése világít rá. Mint tudjuk, ma már nem csak a vércukorszint mérése, tehát a vércukor anyagcserének egyik nagyon jó kimutatója, ez a glikált hemoglobin, amely több hétre, hónapra visszamenőleg pontosabb jelzést ad a szénhidrát anyagcsere állapotunkról, mint mondjuk egy jelenlegi mai mérési eredmény, mondjuk egy cukorszint mérés eredmény. Tehát kiderül, hogy 6 év alatt végzett vizsgálat során
akinek a legmagasabb volt a hemoglobin A1C-je 6 év alatt, annak kétszerese lett az agyszövet vesztése. Agyszövet vesztés. Normálisan is van agyszövet vesztés, tehát kor erőleharadtával szép lassan kopunk, de figyelem, aki búzával táplálkozik, az meg 2-3 szorozza. Na most itt van a kedvencem, ugye, a ginekomasztia többek közt, nőben nagyon szeretem, viszont az előbb említett viszcerális zsírban, az úgynevezett gyulladásos faktorok mellett, figyelem, zsigeri zsírban ösztrogén prolaktinok termelődnek, láss prolaktin hétszerese is felugrik egy pizzás, kenyeres táplálkozás után, emiatt az emlők megnagyobbodnak, ugyanaz a masztopátia, stb. Jön létre, mint a hölgyek esetében, férfiaknál is, és a rossz indulatú emlődaganatok száma az elmúlt 10 évben, figyelem, meg 4-szeröződött a nyugati országokban, ahol a búza az alap táplálkozási rendszerben van. Na most itt szoktam volt elmondani azt a számomra megdöbbentő esetet, hogy megértsék, van egy jelzőrendszer az 5 érzékszerven kívül, ez az extrasense érzékelés, nem én találom ki. Kiderült, hogy pszichológusok, pszichiáter kutatók, ha egymás után képeket vetítenek majd ki, nem mostan, hanem csak értsék meg a kísérlet lényegét, és pozitív képek, mondjuk napnyugta, erdős, csónakázótó, és utána hirtelen valami borzasztó kép kerül, mit tudom én, a 4-es villamos átment a Tóth Ferencen, és ott a bele ki vannak fordulva. Most jön az érdekesség. A másodperc tört része alatt az embereknél, ez az a bizonyos 7. érzék, vagy 6. érzék, még nem látják a képet, de a szívfrekvencia elkezd emelkedni, a bőrünk elkezd izzadni, mint egy megérezzük azt, hogy valami borzasztó dolog, látvány következik. Tehát ez az a bizonyos reflex, amiről beszéltem. Na, ezt tapasztaltam meg én is, mondtam, csiszta pusztán, amikor kedvenc fürdőben ott csücsülgetek fonyódon, és épp heregolyóim Archimédész törvényét tanulmányozták, ez a vízben levő levegést, amikor abbahagyták a lebegést, és elkezdtek tikitakizni, és a kispityú is hirtelen megjelent, hogy mi van, buli van? Ugyanis a lemenő napnyugta fényében megjelent életem két leggyönyörűbb emlője. Ringva jöttek, és csak jöttek, mint a csehszlovákok, jöttek, és a két emlőbimból, mint a két tihanyi domb, aki arra felé jár, mind a kettőn van kilátótorony, mind a két csúcsa meredeken nézett rám, mint te mondta, hogy István, itt vagyok, és megint jött a reflex, a tikitakizás altban maradt, kispityú is, hopp, eltűnt, két heregolyó felhúzódott a kanális inguinálisba, és jött a kizúzító valóság, hogy egy. Ha Magyarországon vagyunk, itt mégsem monokinében jön velem, csiszta pusztán szembe egy hölgy. Kettő, hogy a hölgy a fejétől a talpáig legalább olyan szőrös volt, mint én. Akkora szakálla volt, mint a Conchita Wurstnak, és a mellkasán olyan szerelem dzsungel, mint amilyen én is rendelkezek. Döbbenetes érzés volt, rájönnöm arra, hogy megkívántam egy férfit. Azóta ilyen rózsaszínű ruhába járok. Hát ha. Nem lehet tudni a szerelem, mikor találja le az ember. Hát itt eltalált. Szóval komolyra fordítva a szót, figyelem, a férfiak emlő rák daganata megtöbbszöröződött az elmúlt 10 év alatt. Figyelem, sajnos a férfiaknak is már nem csak prostatarák szűrésre, hanem emlőrák szűrésre is el kellene menni 1-2 évente. Jót akarok. Na most a glutén intoleranciáról most csak vegyük a cöliákiát. Majd lesz róla külön előadásom. Minden 133. emberre, plusz-minusz 1-2 statisztikában lehet vitatkozni, esik egy cöliákiás. Magyarul ez a búzában levő glutén érzékenységére az illető, ha megeszi a kis ételét, akkor összefossa magát, hasmenés, görcsök és súlyvesztés. Figyelem! Érdekes módon hogyan derítették ki, hogy a cöliákkal kapcsolatban van a gluténérzékenységgel? Holland területen a II. Világháború alatt,
miután eltűnt a boltból minden, nem volt kenyér, kiderült, hogy az addig cöliákiában szenvedő emberek, kisgyerekek maguktól elkezdtek gyógyulni. Mert addig volt a banános diéta, volt az osztrigás diéta, ezek mind bejöttek. A lényeg, hogy nem volt kenyérrel való utánpótlás, és maguktól meggyógyultak. Na most, a búza glutén mortalitása kapcsolatban annyit. Ide alulra írtam. Eltérések a nem gluténérzékeny kontrollcsoporthoz képest. Tehát vettek egy kontrollcsoportot, ahol a jelenleg ismert glutén reakciókkal nem lehetett kimutatni érzékenységet, és azt tapasztalták, hogy akiknek pozitív a markere, és vagy cöliákiások, USA-ban 10 év követéssel 10 000 főből a halálozási statisztika 29%-kal magasabb volt a kontrollhoz képest. Figyelem, Anglia a kontroll nem gluténérzékeny csoporthoz képest 4700 fő 5 év követés, a rossz indulatú daganatok 30%-kal növekedtek. Svédország 5 év követés, 12 000 fő, a táplálkozási rendszer daganatai 30%-kal növekednek a glutén érzékeny csoportban. És maguk vannak a cöliákiások, tehát ahol a búvó látható, őnáluk a non-Hodgkin limfóma a normál csoporthoz képest 40, az összes limfóma 77, szájgarat nyelőcső daganatok száma 22%-kal magasabb. Na most, azért, hogy mindig egy kis elmekortani dolgot is betegyünk, hisz láttuk, hogy a búzával való táplálkozás a schizofrének számát is növeli. Egy enyhe aspektusát villantanám fel a schizofréniának. Ez a echopraxia és az echolallia. Az echopraxia az, amit az itt levő hölgy úgymond mindjárt fogom én is csinálni, tehát bármit lát, ő leutánozza. Tehát mint ahogy én most leutánzom. Megkérdezem a jelenlőt, hogy dobbantson egyet a lábával. Akkor én is dobbantok, értik? Na most ez így nagyon humoros, de gondolják el, amikor elmekortani osztályon dolgoztunk, amikor egy ilyen beteget kifogtam, és egész nap ő volt a tükörképem, ugyanazt csinálta, amit én. Ha így megtöröltem a számot, ő is megtörölte az orromat, csavartam a hajam, akkor csavarta a haját. Ez az echopraxia. Na most akkor nézzük, mi az echolallia. A különbség megértéséhez, amikor önök majd valakit föl akarnak venni a Forever Multilevel rendszerébe, és azt fogják tapasztalni, hogy az illető milyen vicces, milyen humoros, mert állandóan vers formájában válaszol az önök mondataira. Tehát ezért először elmondok egy normál vers részletet, amely így hangzik. Ősz, húrja, zsong, jajon, busonge, tájon, s ont monoton, bút, konokon és fájon. Baudelaire verséből idéztem. Ehhez képest a schizofrén, aki echopraxiában szenved, amikor ön azt mondja, hogy jaj, de szép ez a aforizma válasz, de kemény a farodizma. Értik? Tehát ritmusra megvan benne, de mindig van benne egy csavar. Összefoglalva az elhangzottakat, kedveseim, ketogén paleolit táplálkozás, vagy vega paleolit, a lényeg zöld, hús, magvak, színes bogyók és folyadék. Ilyen egyszerű a megoldás. A szénhidrátot ki lehetne hagyni. Aki viszont odajön hozzám a standunkon, ott a Forever standon, ott nagyon finom sajtos pogácsát ingyen és bérmentve mindent meg fogok kínálni vele. Könyvvel kapcsolatban is innentől már a szokásos reklám helye. Figyelem, elkészült a könyvünk második bővített kiadása, több mint 50 oldaldal. Ez az előadás is ugyanígy képekkel, adatokkal benne van. Ajánlom figyelmükbe. És itt is szeretném elmondani azt az esetet, hogy tavaly októberben egy hölgy először megvett 100 darabot, majd január-februárban 200 darabot, és májusban megint megvett 100 darab könyvünket. Én nagyon boldog voltam, mert ettől én anyagilag kicsikét jobban éreztem magamat, viszont furta az oldalamot, hogy hát mit csinál ekkora mennyiségű könyvvel. Kiderült, hogy van egy olyan terméke,
ami amúgy egy kis dobozka is 27 ezer forintba kerül, de vitad Isten, benne van az én könyvemben is. Eredmény azt csinálja, hogy aki megveszi a 27 ezer forintos terméket, annak ad egy ajándékkönyvet. Figyelem, ő 400-at elajándékozott 27 ezer forintjával. Megértették a gondolatot? És akkor természetesen mindenkit várok a Természetgyógyász Akadémiára. Tanuljanak, és legyenek okosabbak, értelmesebbek. Magyarul ezt a búzát valahogy csökkenteni kéne. Jó, köszönöm a figyelmüket. Hello, hello. Oh, we got time, yeah. Darling, just where you stay.